Sziasztok srácok, üdvöm a mai videóban. Ma a tesó motorjára fogok felszerelni az új kipufogó rendszerét. Most még az eredeti van fenn, és nem soká rákerül egy MIV kipufogó rendszer komplett leemlőkkel együtt. Ahogy látjátok, a hűtő eléggé közel van a leemlőkhöz, szóval először megnézzük, hogy ki tudjuk szabadítani az összes leemlőt a csavaroktól, mert ha nem, akkor le fog kelleni szedni az egész hűtőrendszert. Így néz ki a gyári kipufogórendszer. Első lépésben akkor lecsavarjuk a leemlőknek a csavarjait, aztán megyünk tovább, kiszabadítjuk itt lejjebb, itt is van egy csavar, ami tartsa, itt. Két csavar, Jézusom. Hát kiengeded egy lázsik egész. Most engedjük ki a négy leemlőt, srácok. Az a titka, hogy egy valakinek kell tartani a hűtőt, kifele feszíteni kicsit, hogy a másik jobban hozzáférjen a leemlőhöz, és tudja kiengedni a csavarokat. Meg. Kész? Kész. Elég volt. Ma srácok, szóval ezt a hűtőt kell egy kicsit előbbre húzni kifele, és a másik akkor itt bent le tudja szedni a csavarokat a leemlőről. Így most már teljesen kiszabadultak a tartó részek. Összes leemlőt kiszabadítottuk. Most pedig ki kell engedni a maradék csavart. Egyik itt van bal oldalt, és egy pedig van jobb oldalt is. Most engedjük ki bal oldalt a csavart, ami tartsa még hátul az eredeti kipufogót. Jön ki a jobb oldali csavar. Nézd meg elejét, és ugyan nézd. Itt elém van. Itt van, itt is van amúgy. Aha, jó. Oké. Elrakjuk a földre. Jó. Utolsó lépés. Lehet a szenzort kiengedni. Nem mindig, amikor a orvos elvágja a félőzőt, szuper. Na, így néz ki a gyári kipufogó levéve. Itt a négy leemlő. Ezeket a csavarokat kell kiengedni. Volt a szenzornak a helye, és két oldalról egy-egy csavar tartotta az egészet. Na srácok, itt a rendszer, itt a dob, a mives. Itt van a négy leemlő, itt az összekötő a leemlőre, és az összekötőcső a dobra. Aztán úgy kell felszerelni, megnézitek, meg vannak számozva. Ez itt a D, és ugyanúgy van C, B, A. Aztán pedig mindegyik bemegy a helyére A, B, C, D szerint. Itt a rajz, ez szerint fogjuk felrakni az új rendszert. Szóval átnézzük és nekiesünk. Jó, akkor még úgy fogjuk, nem megtartom, csak az elsőt. Felkerült az első leemlő. Egyesével fogjuk berakni helyére mind a négyet. Tartsam? No, így. Az a lényeg, hogy berakjuk helyére mind a négyet. Kicsit behúzzuk a csavart, hogy némileg tartson. Aztán majd, amikor rákerült az összekötőcső, ami egyé köti mind a négyet, akkor majd erősen ráhúzunk mind a négyre még egyszer. Na, felkerült a második leemlő is. Egyik minden megfogod? Gyere ide mellé. Ödle, üzeli még itt.
fent van a négy leemlő, most mennek az összekötőcsövek. Kettőből csinál egyet, elrakunk kettőjét. Így a négy darab leemlőből csinálunk kettesit. Akkor rakjátok fel ezt az összekötőcsövet, akkor mindig arra figyeljetek, hogy hol vannak ezek a rúgó tartók. Ha megfigyelitek, akkor a jobb oldali leemlőn itt van az egyik tartó, a másodikon pedig alulról. Szóval ezt úgy fog kellene felhelyezni, hogy így előről, hogy a jobb oldali tudjuk rákötni az elsőre, a másodikot pedig innen alulról. Kaptak egy csőtartást. Most kerül be a szonda magába a leemlőbe. Tudja majd adagolni rendesen a benzint. Felkerült a hosszabbítócső. Itt összekötöttük a leemlőket. Most pedig egy pontba raktuk a csavart, ami tartsa magát a hosszabbítót. És a következő lépés, hogy a rúgókkal befogadjuk az egészet a kellő pontokon. Na, így nézzek ki a rúgók. Itt vannak hozzá a gumis védők. Ezeket rá kell húzni egyesével magára a rúgókra. Na, srácok, most behúztuk a csavarokat a leemlőnél, mind az összesnél. Most pedig rákerülnek a rúgók az egész rendszerre. Mint látjátok, egy-két darab fogja tartani az egészet. Na, srácok, itt a dob. A dobnak a tetején van kettő csavar, ezt ki kell engedni, és rá kell rakni a tartó részt. Ez fog ide kerülni pontosan. Aztán ebből a vasból ki fog jönni még egy vas, ilyen összekötő, amely a hátsó láttartóhoz lesz ráfogatva. Áradjuk még a végére. Én ez kis srácok a tartóval. Na, srácok, itt van a tartó rész. Ez van a hátsó láttartóra felerősítve. Itt van hozzá a két csavar. Aztán az alja fog rácsatlakozni pontosan ide a kipufogónak a dobjára. Na, most pedig a dobnak a tartó része, az pedig ide fog felkerülni a hátsó láptartónak a aljára. Most srácok, elkészült, felkerültek az utolsó darabok is. Így néz ki a míves rendszer a motorra. Látjátok, alul felkerültek a rúgók is. Hátul is a dobnál. Itt volt az a tartó rész, amiről beszéltem nektek. Ugye a dobra felkerült ez a kis fekete tartó. A kis fekete tartóhoz felerősítettünk ilyen nagy szürkét, ami a láptartó mögött helyezkedik el. Az pedig ide került a láptartó és a motorvász közé. Na, srácok, szóval úgy indult az egész, hogy ki kellett engedni a csavarokat, ami tartotta a hűtőt. Egyikünk húzta kifele, másik közben kicsavarta a leemlőnek a csavarjait. Utána két oldalt a tartó csavart ki kellett engedni, jobbról balról, és ki kellett csavarozni a szenzort, ami a leemlőben van beleszerelve. Aztán le tudtuk venni magát a gyári kipufogó rendszert. A műves rendszerről ugyanúgy felkerültek először a leemlőnek a négy darabja, ugyanúgy ki kellett kicsit kézzel hajítani a hűtőt, felkerültek a leemlők. Utána a négyesi leemlőből csináltunk kettesit, utána a kettesiből csináltunk egyesit, rákerült a hosszabbítás, és végül a dob. Utoljára pedig felkerült a tartó rész, csavarok mindenütt, és a sok rúgó rész.
Na srác, elkészültünk, ez lett volna a kifúvó rendszer csere 650-es CBR-en. Remélem tetszett ez a videó, igen, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!